Sziasztok! Következő összehasonlító videóba egy Asus ROG Spotlight-ot szeretnék összehasonlítani egy Asus ROG Phone 6-hoz, egy Batman kiadáshoz adott Spotlight-tal. Tehát méretben is azért vannak különbségek, mint láthatjátok. Az egyik fő különbség az, hogy sokkal kisebb a Spotlight, meg eleve van hozzá adapter. A ROG Phone Batmanhez nincsen adapterod, csak egy sima USB-C kábellel. Szóval ezen van egy ilyen kis USB-s adapter a Spotlighton. A Batmanhez nincsen semmi, az csak simán egy USB Type-C kábel van hozzá, mind a kettőt powerbankkal fogom meghajtani. Annyi van, hogy a Spotlightnak állítható a lencséje, szóval lehet forgatni a logót, mert ez csak egy... Ja, és színes. A Batman az csak fekete-fehér, a Spotlight az színes. És annyi, hogy ezzel a csavarral lehet állítani a feliratot, vagy mi a logónak a szögét. Szóval állítani lehet. Annyi, hogy a Batmanhez kétfajta kép van, azt már bemutattam egyszer, azt hiszem, lehet egy Batman logót, vagy a Batman fejét mutassa, meg annyi, hogy állítható a szöge. A Spotlightnak csak két szög van, ez, meg egy... Hát végül is egy szöge van, csak rosszul mondom, mert mondjuk lehet így is rakni, várjunk, két szögbe lehet állítani. Szóval ilyen állása van a Spotlightnak, ez a két állás nem lehet állítani magyarul. De egyébként az adapter, hogyha nem jól rögzíted, akkor magába is van súlya és lehúzza. Szóval ezt úgy kell megoldani, nem tudom ki hova szereli ezt fel, vagy csak így néha bekapcsolja. De akarok mutatni egy tesztet, ezt be fogok sötétíteni, hogy hogy néz ki a kettőnek a képe. Szóval most lehúzom a redőnyt, és akkor majd jövök vissza nem sokára. Na, szóval nem tudom milyen minőség lesz, mert ezért a kamerák, meg ez csak egy mobiltelefon, a ROG-fonnal veszem fel, azért nem olyan jó minőségűek, de azért reméljük valamit lehet lesz látni. Hát egyébként a Batman logó az sokkal nagyobb, eleve a kijelzője is nagyobb. A felemelem mellé rakom. Így néz ki a kettő. Egyébként a fényereje sokkal nagyobb a Batmanesnek. Ez csak most nagyon sötét van a szobába, és azért látszik ilyen a ROG logó ilyen élesnek, de amúgy sokkal gyengébb, úgymond. Nem tudom ezeket a lumeneket, hogy hány lumenes, meg ilyesmi, de a ROG logós Spotlightnak sokkal kisebb a fényereje. Most így a kezemmel tartom, körülbelül próbálom, az a baj, nincs nagy fal itt nálam a szobába. Nem tudom úgy pontosan egymáshoz rakni a kettőt, de a ROG logó, vagy a Batman logót lehet sokkal nagyobbra is, tehát óriásira. Ezt a ROG logósban nem tudom megcsinálni. Nem tudom mekkorára. Megpróbálom azt is szemléltetni nektek. Szóval most megpróbálom plafonra vetíteni. Hát az maximum ennyit tud. Nem tudom, megpróbálom így beállítani, és akkor visszajövök. Szóval megpróbálom a kettőt megmutatni, csak az egyiket a Batman-est a kezembe fogom, mert nem tudom úgy beállítani. Szóval így néz ki a kettő. Egész jó. De este azért ez nagyon hardcore. Még be kéne kapcsolni, van ilyen fénye itt az ablak körül, ilyen ledes fénysor. Ezzel még jobb lenne, csak most nem tudom, be van-e dugva. Megnézem hátra. Mindjárt jövök vissza. Szóval bekapcsoltam. Hát így, így már sokkal halványabb egyébként. Hogy rakjam már ezt. Lehet ezt forgatni minden irányba, csak hát most kézzel tartom, mert nincsen állványa. Így. Na jó, ennyi lett volna ez a kis bemutató videó. Tetszenek a videó, meg iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy lájkot. Sziasztok!